Hogyan kezdte az érdemi munkát az új képviselőtestület, az újra választott polgármester az októberi önkormányzati választások után Tinjén? Természetesen a polgármester válaszol. Idefelé jövet láttuk Ady Endrének a homokszobrát, nagyon jó állapotban van még mindig költőnk, de úgy tudom, hogy november 1-jével letelt az ideje, véget ért az első homokszobor fesztivál. Elégedett eznek az első, amit 5 évvel ezelőtt az első itteni ciklusa elején megálmodott alakulásával? Lesz folytatás? Igen, minden bizonyára, hiszen Tinjétől úgy gondolom, hogy már nem verti el senki sem ezt a rendezvényt, mert annyira beleégett és meggyökeresedett a köztudatban, Tinje szűkebb környezetében is, de Tinje tágabb környezetében is. Tehát ezt folytatni fogjuk, nagyon remélem, hogy minden alkalommal, minden évben rendelkezésre áll a homokszobrászunk, és majd hozzátesz az önkormányzat is ehhez különböző rendezvényeket. Amit ezzel kapcsolatban ehhez kötve mondott annak idején polgármester úr, hogy szeretné, hogyha akár ez a homokszobor kiállítás és a köré szerveződő művészeti rendezvények minél több művészt, értelmiségét ide csábítanának a faluba, ez a folyamat beindult? Igen, beindult. Nagyon remélem, hogy a sok-sok tucat számra épülő házakban majd megismerve az ide költöző lakókat találunk köztük olyanokat, akik tovább gyarapítják ezt a közösséget, ezt a művészeti alkotó közösséget, és Tinje javát fogja szolgálni. Prózai dolgokra kanyarodjunk rá, megalakult az új képviselő testület. Nagyjából a választások eredményéről már beszámolt polgármester úr, mégis azt kérdezem, hogy változott-e valamelyest a struktúra, lett-e új bizottság, új bizottsági elnökök, hogyan oszlott meg a tagság, illetve ki lesz a helyettese a következő ciklusban? Nekivágtunk az új ciklusnak. Két képviselőtestületülésre került sor. A második testületülésen vált sikeressé az alpolgármester megválasztása. Egy olyan képviselő hölgy került alpolgármesterként, szavaztunk neki bizalmat, aki nagyon-nagyon hosszú ideje a közigazgatásban gyakorlatot szerzett, és közigazgatásban dolgozott. Itt dolgozott korábban itt Tinjén is a hivatalban, de dolgozott Pilis-Csabán is, és úgy gondolom, hogy a hosszú idejű gyakorlata az mindenképpen alkalmas arra, hogy az egész testület és az én segítségemre legyen a munkában. Ez egy bizalmi állás, úgy érzi, hogy megvan ez a bizalom kölcsönösen. Igen, és ahogy többen ezt már a kampány során és a megalakuláskor is próbáltuk úgy bemutatni már a munkánkat és olyan irányba terelni, hogy egyre jobb legyen a kommunikáció, egyre több nyílt üléseken, akár közmeghallgatásokon, lakossági fórumokon a lakosságot valóban bevonjuk a falu életébe, működésébe, egyet azonban nem kell elfelejteni. A törvény által szabályozottan a képviselők önálló felelősséggel és a képviselőtestület önálló felelősséggel tartozik az 5 év alatt a munkájával. Tehát igazából nagyon-nagyon fontos a kommunikáció, de az mindig a két ülés között, illetve üléseket nem felhasználva kell, hogy megtörténjen a lakossággal a kommunikáció, hiszen a képviselőtestület működése az egy nagyon fontos mozzanat, azt biztosítani kell, az ökkenőmentes működést, tehát az nem válhat lakossági fórummá. Világos. A kérdésem második felére utalva, vagy rákanyarodva, hány bizottság fog működni? Egy kötelező, az biztos. Igen, egy kötelező, a összeférhetetlenséget és a vagyonnyilatkozatokat vizsgáló bizottság, ennek a működése már adott, megválasztottuk természetesen, időben minden képviselő leadta a vagyonnyilatkozatát, tehát teljesen rendben vagyunk. A második testületülés az már annak a fényében tudtuk megkezdeni, hogy jogszerűen ülött minden képviselő, hiszen akkor gyakorolhatja a képviselő jogokat, hogyha leadta a vagyonnyilatkozatát. Más bizottságot egyelőre nem hoztunk létre, hanem inkább azt gondoljuk, hogy a jövő év elejéig a Tinje szervezet és működési szabályzatát kompletten felül fogjuk vizsgálni, és amennyiben a testületünk úgy gondolja, akkor lehet, hogy azért lesz majd újabb bizottság. Változnak-e a prioritások? Kerül-e középpontba valami olyan program? Most példának mondom, hogy sok önkormányzat, például Budakeszi önkormányzata a zöld gondolatot tette a programjának az egyik központi elemévé.
a közlekedés mellett, de a közlekedés az például Pilis Csabán is nagyon fontos. Magyarán Tínyén ezen a két ülésen meghatároztak-e olyan témákat, amelyek elsőbséget fognak élvezni a közeljövőben mindenképpen? Az általam ismertetett polgármesteri program, amit szeretném nagyon, hogyha a ciklusunknak a gazdasági programjában még jobban kibontva szerepet kapjon, ez a közösségépítés hallatlan ereje. Tehát nagyon-nagyon fontos. Felhívtam a lakosságot arra, hogy a sok-sok civil ember, a jó szándék, az együttes akarás, az együttes cselekvés, az meghozhatja az eredményt, és ennek hatalmas látható ereje van Mártinyén abban a tekintetben, hogy első alkalommal indítjuk útjára az első tínyei adventi vásárt. Sok-sok programmal, árusokkal, gyerekprogramokkal, és hogy jól érezzék magukat az itt lakók. Hol lesz a helyen? Évek óta kihasználatlan területünk itt a faluközpontban, egy nagy udvarrész, ahol mintegy 9000 négyzetméter, és annak meg kell találnunk majd a funkcióját, hogy mit szeretnénk ott végrehajtani. Nyilvánvaló, hát anyagi forrásoknak a felkutatása és a céloknak a megjelölése nagyon-nagyon fontos. Megvannak már azok az árusok, akiknek ott standjuk lesz? Megvan-e, hogy kik lépnek föl? Felteszem, hogy adventi hétvégéken, tehát körvonalazódott-e már? Igen, igazából már november 30-án megkezdődik ennek az előkészítése. Egy helyi lakos felajánlásában kapunk egy hatalmas nagy fenyőfát, amit ezen az udvaron feldíszítünk, köré csoportosulnak majd az árusok, és ez 14-15-én lesz a tínyei első adventi vásár, majd azt megelőzően december 1-én egy adventi első gyertyagyújtás rendezvényt, és a adventi vásárnak a megnyitása indul el ezzel, amelyen részt vesznek egyházi személyek, tínyei lakosok, és hát együtt örülünk ennek az ünnepi hónapnak. Ez tehát a közösségi élet fejlesztésének az egyik kézzelfogható első lépése, már most így az új ciklus alatt. A polgármesteri programjából mit emelne még ki a gazdasági ügyek rendezése, illetve továbbvitele és a közösségépítés? Igen, hát nagyon-nagyon fontos, hogy Tínye fejlődésének különböző mozzanatait elindítottunk az előző ciklusokban. Persze a pályázatok folyamatos figyelése újabb lehetőséget adnak a különböző fejlesztésekre. Nagyon-nagyon fontos a Tínye szépítése, utcáknak a rendezettsége, fásítás és minden olyan dolog, ami jó érzést kelt az emberekben és szépé teszi Tínyét. Ez nagyon-nagyon fontos. És hát megint csak a legfontosabb feladat a közlekedésnek a elviselése, mederbe tartása, és mi hamarabb oldódjon meg esetleg ebben a ciklusban, hogy a belső részünk, Tínye belső része az a forgalom alól mentesülés. De ez nem csak önökön múlik, hanem ez kormányzati akarat is, meg nem csak Tínyén, de azt gondolom, hogy sok-sok ötlettel, javaslattal, partnerséget keresve a minisztériumban, illetve a közútkezelőben azért addig is tudunk ennek érdekében sokat tenni. Pályázatokat említette a polgármester úr. Van-e futópályázat, amire beadták már az igényt, illetve tud-e olyanról, amit nemrégiben írtak ki, és önök csatlakozhatnának rá? A Magyar Falu Program pályázat sorozat az, ami nagyon élénken jelen van a környékbeli településekben, és mindenhol az egész országban. Ennek, ha úgy tetszik, első szakaszában Tínye is nyert. Tínye két pályázatot nyert el járdaépítés támogatására, illetve óvodaudvar széttevése, biztonságos kialakítása, tehát arra is nyertünk pályázatot, mindkét esetben 5 millió forintot. Egy orvosi rendelő pályázatfejlesztés, az már azt hiszem jó múltkor is kiderült, ez folyamatban van, ez egy nagyon-nagyon fontos lépés Tínye életében, hogy egy olyan egészségügyi létesítményt fejlesztünk, amire nagyon-nagyon büszkék lehetünk majd a jövőben. Új pályázatokban én azt gondolom, hogy abban nyertünk tájékozódást, hogy a Magyar Falu Programnak a második szakasza, amiben kormányzati szándék szerint újabb forrásokat emelnek át a Magyar Falu Programba, abban nekünk vannak futópályázataink, amelyekben nem elutasítást nyert Tínye,
hanem egy második szakaszban való részvételi levelet kaptunk a bíráló szervezetektől. Tehát reménykedünk abban, hogy a Magyar Falu Program sikersorozata Tinyén is tovább folytatódik. És folytatódik mindenképpen az együttműködés a közeli Pilisjász faluval. Itt azért nem volt teljesen, nem voltak tiszták az erőviszonyok, ráadásul ott polgármesterváltás is, változás is történt. Beszéltem már új kollégájával, változhat az együttműködés Pilisjász faluval, és ha igen, akkor hogyan? Nagyon-nagyon fontos, hogy az ebbéli törvényi szabályozás rendkívüli kereteket ad ennek a lehetőségnek, hiszen megyén belül lehetnek közös önkormányzati hivatalok, illetve járáson belül. Pilisjász falu és Tinje közös együtt gondolkodása és a közös hivatalnak a feladatainak a megoldása az megkérdőjelezhetetlen. Tehát a Pilisjász falusi polgármesterre, nem csak a polgármesterre, hanem a két testületi ülés, ami Pilisjász falun is önállóan került megtartásra, illetve Tinyén. Igen, megjelentek a polgármesterek is egymás munkáját segítve, de néhány képviselő is, hogy tájékozódjanak az együttműködésnek a lehetőségéről. Már a körvonal az adódott, hogy Pilisjász falu és Tinje együtt kívánja folytatni a közös hivatali működést. Ha kell módosítani bizonyos elemeken, azt megtesszük kormányhivatali egyeztetéssel. De tulajdonképpen Tinje került ki korábban székhely településként. Ez jelent valamit a két település viszonyában? Tehát magyarán szóval leegyszerűsítve Pilisjász falu valamilyen szempontból vagy szinten alárendelt Tinjének? Többszöri konzultáció alapján mi arra az elhatározásra jutottunk, gondolom megerősíti ezt a Pilisjász falusi polgármester úr is, hogy mi az együttműködést nagyon-nagyon komolyan gondoljuk, és nem feltétlen azt kell kidomborítani és kihangsúlyozni, hogy melyik a székhely település. Ezt törvények szabályozzák, székhely településé az válhat, amelyiknek a településnek a lakosság létszáma magasabb. Szerencsénk van, Tinyének ez most már markáns mértékben magasabb, mint Jász falué. Én úgy gondolom, hogy még akkor is, ha az időközben Tinye elérné a 2000 fő lakossági létszámot, még akkor is maradhatna ez az együttműködés, hiszen fontos, hogy racionálisan is költségeket, forrásokat jól felhasználva oldjuk meg a igazgatási feladatokat. Együtt talán két település eredményesebben pályázhat, mint egy. Vannak olyan pályázati elemek, pályázati források, amik kimondottan a két település közös önkormányzati működésével összefüggő. Persze általában ugye önállóan kell. Reméljük, hogy Pilisjász falu a jelenlegi válsághelyzeten mi hamarabb túljut, és egy új periódus indul meg az ő életében is. Pilisjász falu, akár csak Tinje tagja a Buda környéki önkormányzati társulásnak. Bekerült a agglomerációs jövő bizottságba. Milyen munkát vár el öntől Kiszelni Mós Katalin, ennek a bizottságnak az elnöke? Nagyon jól működött a Buda környéki önkormányzati társulás az elmúlt években. Voltak már régről hozott bizottságok, régről hozott feladatok elmúlt évek tapasztalatából adódóan, de megjelennek mindig új feladatok a térségben. Így került körvonalazásra, hogy megalapította a Buda környéki önkormányzatok társulása az agglomerációs jövőbizottságát. Ebben magam is részt veszek, és a bizottságban Buda Jenővel, Herceghalommal, Nagykovácsival és pár polgármesterével együtt dolgozva próbálunk olyan javaslatokat letenni a térségi vezetés asztalára, amit utána országos szinten megpróbálunk kibontani, illetve Pest megyei szinten kibontani. Nem arra kell gondolni, hogy űrállomás épült innen? Nem. Ami a legfontosabb, a közlekedésnek a menedzselése, a problémáknak a megoldására, hát megtalálni azokat a módozatokat, és nem különben kerékpárút, és számos olyan dolog, ami jobbá teheti a Pilisi medence, illetve a Zsámbéki medencének a lehetőségeit és itt élni egyre jobb az itteni polgároknak. Kívánom, hogy ehhez jó egészségben tudja végezni a munkáját, akár a jelenben, akár a jövőben. Köszönöm az információkat. Én is köszönöm szépen.